Na sziasztok fiúk, lányok, én Zsimi vagyok, és a mai nap elérkeztünk a sokak által nagyon-nagyon várt Samsung Galaxy S8 bemutatóhoz. Tehát mégis, mit tud ez az eszköz az átlag felhasználó kezében, és hogy mennyire praktikus is ő, milyen a hétköznapokban. Most már azt hiszem, hogy több mint 2 hete van nálam a készülék, és hát meg kell mondjam, eddig nem túl sok negatívummal találkoztam. A negatívumok is valószínűleg csak számomra negatívumok. Ez lehet, hogy csak az én hisztim, de kezdjük először a pozitív dolgoknál. Nos, ami számomra nagyon fontos egy telefonnál, az az üzemidő. Most ennél a telefonnál azt hiszem, hogy nem lőttem mellé, mikor őt választottam, mivel eddig még sose hagyott cserben. Szóval nézzük most példának. 5 óra óta nyomkodom a telefont, most lesz hamarosan 7 óra, és még jelenleg 27% a töltöttségi szint. Nos, a mai nap már nyomottam vele rengeteg Pokémon Go-t, most 1 óra hossza másfél óra. Volt vele nagyon sok Facebook, Messengerezés, Instagram, szóval amit úgy egy átlag felhasználó szokott nyomatni a telefonján, én azt mind csináltam rajta, és hogy jelenleg 27%-nál vagyunk, meg kell mondjam, ez a 27% ez még nagyon sok mindenre elég, főleg, hogyha kapcsolunk rajta egy olyat, hogy mindjárt mutatom nektek, miért ne, egy képernyőfelvételt ide bedobok. Vannak ilyen különböző módok, power saving, ami rengeteget tud itt segíteni. Nekünk itt is van, akkor lövünk egy képernyőfelvételt, hogy mutassam nektek. Szóval, ide beugrunk, van itt ugye lehet, hogy teljesítményüzemmód, energiatakarékos üzemmód, erre, hogyha rákattolunk, itt is vagy, egyből 54 percet nyerhetünk, de ez csak a... Több lépés is van amúgy ennek az energiatakarékos módnak, vagy több szintje is van ennek. Van ez, ilyen slightly, hogy egy kicsit úgy visszább vesz a kapacitásból, így nyerhetünk vele majdnem plusz egy órát, de van ennek durvább módja is, azt most elő nem hozom nektek, de még ilyen plusz 3 órát is simán nyerhetünk vele. Lazán. Én ezt most nem kapcsolom be. Ja, hozzáteszem, hogy a képernyő az egész nap szinte full gázon ment, szóval szinte majdnem teljes fényerőn. Úgy értük el ezt a 27%-os töltöttséget. Mivel ugye nagyon sokat voltam odakint, ugye tűzött egész nap a nap, gyönyörű időnk volt, ezért hát muszáj egy kis kakaót adni a kijelzőre is. Szóval, ja, maradjunk annyiban, hogy az aksi az full. Hiába csak 3000 mAh-es, hogyha jól tudom, de bőven jó. Ugye olyan jól van optimalizálva a készülék, hogy egyszerűen ekkora akkumulátor is bőven tud úgy gazdálkodni, hogy kiszolgáljon minket egész nap. Ennyi a lényeg. Nézzük a következő, ami számomra nagyon fontos, az a kamera. Nos, mindjárt vágok be ide nektek egy-két képet. Voltam mostanában kirándulgatni, Veszprémbe is voltam, ott is készült pár kép. Ide gyorsan vágok belőlük. Hát figyeljetek, szerintem egyszerűen lélegzetelállító. Szóval a fényképeket már nem a fényképezőmmel készítettem, hanem inkább ezzel, mert hát basszus, szerintem az S8 jobb képeket csinál, mint a Sony DSC HX80 kis drágaságom, vagy majdnem egy színbe. A lényeg, hogy gyönyörű képeket csinál, szóval a kamerával senki sem fog mellélőni, ez tökéletes. Aztán előlapi kamera, ugyanúgy nyomattuk vele a selfiket ezerre, egyszerűen hibátlan. Szóval ilyen, hogy kamera részről, előlapi, hátlapi kamera, egyszerűen hiba nincs. Full. Következő, ugye a feloldások. Nos, új lenyomattal egyszerűen szerintem 10-ből 10. Hoppá, itt egy kis, de tessék, itt van. Szóval az új lenyomat, az tökéletes. Jaj, megy itt a sok rinya, hogy ó, miért a kamera mellé rakták az új lenyomat leolvasót, meg ilyenek. Te, az én kamerám, azon szerintem egy új lenyomat nincs. Egyszerűen megszokja mutató ujjat, hogy oda kell dobni, vagy éppen én a középső ujjamat is szoktam használni esetleg feloldásra. De én a kamerát, most itt nézem, de új lenyomat
Nincs rajta. Meg lehet ezt szokni, de ugye hát sokan azt mondták, hogy azért van ez itt hátul, hogy az iris szkennert használjuk. Nos, hát az iris dolog, most akkor nyomatok egyet, puff, ennyi. Szóval belepillanat, sokan mondták, hogy így kell tartani, nem kell így tartani, gyerekek. Fogod, lezárod, húzol rajta egyet, ide lenéztem, és már ennyi is volt, egy szempillantás alatt tényleg olyan szinten gyors, hogy az iris szkenner tökéletesen működik. Sőt, még volt olyan is, hogy kint voltam napfénybe, és volt napszemüveg volt rajtam, és több alkalommal is még napszemüvegen át is sikerült valahogy feloldani, ne kérdezzétek, hogy hogy, párszor így valahogy bejött, hogy úgyis kiolvastak is íriszemet. Hát, jó, ez csak úgy néha ritkán volt, szóval nem az, hogy napszemüvegben is akármikor oda nyomatod és akkor feloldja, nem, de néha valahogy beadja, ilyen 20-ból egyszer talán. Egy hibája van az iris szkennernek, hogyha nagyon süt a nap, szóval tényleg úgy keményen veri neki, akkor nem mindig akarja beolvasni, úgy kell fordulni, hogy adj egy kis árnyékot a kamerának, és csak abban az esetben. Jó. De hát olyankor ott van ugye az új lenyomatunk, fogjuk, lőjük neki, és ennyi igazából. Jó. Nézzük akkor a következőt, ami még nagyon fontos nekünk, ugye. Milyen gyors is a készülék? Hát villámgyors. Szóval mit várnánk? Igazából a felső kategóriának a csúcsa. Ilyen, hogy lag, vagy akadás, vagy akármi. Én még nem tapasztaltam. Szóval tényleg egyszerűen pörögnek rajta az alkalmazások. Ezerrel megnyithatok én ezen akármennyi alkalmazást. Egyszerűen itt lagnak nyoma nincs. Szóval tényleg tökéletes. Nézzük a borítást. Ugye Gorilla Glass 5-ös van ezen. Hát, ha minden igaz, az tök mindegy. Marhára véd ez az üveg, gyerekek. Volt már, hogy kicsit a tok alá bejutott valami kis szennyeződés, valami kis eléggé agresszív porocska vagy kosz, és úgy éreztem, hogy ez tudta volna súrolni a hátulját. Kitöröltem, megnéztem, és sehol egy karc. Szóval tényleg, ez az üveg, ez nagyon bírja tényleg a karcokat, egyszerűen nem. Pedig volt benne anyag, valahogy közé került, nem tudom, valami kosz beleesett a zsebembe, ott volt, de tényleg, sehol egy árva karc. A kijelzőmön, mióta nálam van a telefon, folyamatosan van rajta egyelőre csak fólia, most jött meg amúgy hozzá az üvegfóliám, ezt hamarosan fel is fogom rá dobni. Ez ilyen majdhogy nem körül öleli az egészet, ide lenyúlik a kis edzsig. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, mert elég 0,3 mm vastag ez az üveg. Nem tudom, hogy mennyire fog zavarni, úgyhogy hányszor akad meg benne az ujjam. Majd kiderül. Amúgy most direkt van tok nélkül a telefon, mert előző videóban láthatjátok, hogy mindig itt lógott az ujjamon. Most direkt van tok nélkül, mert hamarosan rátérünk a negatívumokra is, ami engem úgy kicsit, úgy nagyon zavar. De mondom, lehet ez csak az én hisztim. Mi maradt még ki a pozitívumokból? Kamera megvolt, aksi megvolt, minden pörög rajta ezerrel. Hát igazából ennyi. Most a kijelző, hát az gyönyörű. Most ugye a Samsungosok már megszokhatták, hogy a Samsungnál szebb kijelző nem létezik. Ez meg aztán tényleg, oda csavarok neki egy kis kakaót. Hát most nézzétek meg ezt a kijelzőt, gyerekek. Most nem a kamera mit mutat, de egyszerűen lélegzet elállító. Szóval olyan gyönyörű a kijelző, így a hajlított élekkel, ez az edge, ez... Nincsenek rá szavak. Szóval tényleg, fullos a kicsike. Nagyon kézreálló telefon, szóval tényleg. Megfogod ezt a telefont, és úgy érzed, hogy... ezt... egyszerűen bele simul a kezedben, tényleg ezek az élek úgy vannak lekerekítve, hogy nem az, hogy mindjárt kiesik a kezemből, mert hogy így gömbölyített az istennyire is, nem. Egyszerűen megfogod, még egyszer nem ejtettem le. Én amúgy nagy telefondobáló vagyok, szóval tényleg az S5-ön, nem tudom, hogy hol van, valahol itt van a kubiban, az S5-ön úgy két hetente biztos, hogy kellett cserélni az üvegfóliát, mert valahogy úgy mindig pofára esett a kicsike. Ez még egyszerűen egyszer sem. Tehát tényleg annyira
ja, hogy csúszás, meg ilyesmi, fel sem merül, mert megfogod, és ez ott van. Nem tudom ezt az érzést elmondani, basszus, de próbáljátok ki esetleg, aki gondolkozik, hogy vesz S8-at, szépen menjen be egy üzletbe, vegye kézbe, és ő meg fogja érteni, hogy miről beszélek, mert egyszerűen tényleg ez a kialakítás, ami van, hát full. Nem. Ezt jellemezni nem lehet. Menj be, fogd meg, érezni fogod, hogy miről beszélek. Nos, rácok, akkor azt hiszem, hogy térjünk rá a negatívumokra, ami itt van alul. Ezt mindjárt mutatom nektek, hogy nálam ez hogy szokott megnyilvánulni. Nos, általában, amikor nyugalmi állapotba kerülök, valahogy így szoktam kicsit telózgatni itt az ágyba, hátradőlök, nyomatom neki, és akkor YouTube-ozgat az ember, stb. És hát van egy olyan hülye szokásom, vagy lehet, ezt írjátok meg légy szíves kommentbe, hogy csak én érzem ezt így. Szóval, én mindig így tartom a telefon, mutatom így. Szóval így itt rátartok, általában valahogy így, tényleg. Mutató itt, hüvelykúj itt a készüléknek a jobb alsó sarkán, és tehát én így szoktam általában mobilozni. Nos, tényleg itt nyomatom, hát keressünk valami jó kis videót, például a saját csatornán. Nézzük akkor a leges, legfrissebb videót, rákattintunk, csavarunk neki egy kis hangerőt, és akkor ez így már döcög is. Most van full hangerőn. Vajon mi lehet a probléma? Ja, hogy a hüvelykujjammal befogom ezt a nyomorék hangszórót? Az? Nem számít, menjünk tovább srácok. Sétálgatunk össze-vissza. Miért kellett ezt ide rakni? Miért? Miért nem volt jó itt a hátulja, mint az S5-nek? Tökéletes helyen volt az. Szóval tényleg én mindig az, hogy hátradőlök, nyomatom, és esetleg néznék egy videót, és mi van? Befogom az alját. És... ne tudjátok meg, olyan szinten ideges voltam, hogy már azon gondolkoztam, hogy eladom a telefont. Tényleg. Mert szinte én mindig így fogom. Hüvelykúja mit van, és befogja basszus a... igen, befogja a hangszórót. És ez eszméletlen idegesítő. Nos, egyetlen egy dolog. Közben becsúszik egy kis hívás. Ezt most elnapoljuk. Egyetlen egy dolog segített ennek a javításában talán, hogy vettem rá a tokot. Ugye abba hátulra ide beledukom a kis ujjamat, és akkor így is tudom tartani a telefont. Most úgy kicsit arra szoktam rá. Vagy, hogyha tokkal együtt így tartom, akkor a tok elemel annyit a hüvelykujjam és a hangszóró között csinál egy kis rést, hogy minimálisan több hang jut ki, és így nem kap el egyből az idegroham, hogy miért nem hallom, és már megint miért fogtam be. Szóval, mióta megvettem a tokot, azóta kezdek megbarátkozni ezzel a ténnyel, hogy itt lent a kis seggében van a hangszóró. Jött a tok, és mit vettem észre? Tegyük fel, bemegyek egy nagyobb bevásárlóközpontba, vagy egy plázába, vagy akármi. Elindítom a kis Pokémon Go-mat, elindul szépen, tényleg általában így egy csettintés alatt elindul. A Pokémon rajta nem tölt semmit, bevillan, kész, tölt és ennyi. Mit ír ki? GPS signal not found. Hát nekem 250 ezres telefont, ne akadályozzon meg egy rossz műanyagtok abban, hogy megtalálja a GPS szignált. Hát ilyen nem létezik. Az utolsó rossz csöves kínai telefon van egy... az megtalálja szilikontokkal a GPS jelet, akkor ez miért nem? Csináltam tesztet, levettem a tokot, mert hogy... de tényleg jön az, hogy ha fémtok van rajta, akkor oké, fogjon le annyit, hogy nem találja a GPS jelet. Levettem a tokot, és basszus megtalálta. Szóval vágod? Egy utolsó műanyagtok képes megakadályozni ezt a készüléket abban, hogy GPS szignált találjon.
Hát most én erre nem tudok mit mondani. Ez szégyen. Szóval tényleg... Most erre mit mondjak? Ennél a kategóriánál ilyen hibát véteni, de nem csak amúgy, most nem csak a Pokémon Go-nál van ez, hanem én általában telefont használok, hogyha közlekedek valahova és nem ismerem a terepet, akkor általában Google Maps-et vagy Waze-t használok. És itt is előfordult többször, hogy megyek, vezetek, és akkor mutatja, hogy forduljak le, már rég lefordultam, és késéssel fordul utánam, és ez mind a GPS szignál miatt van, ez 100%-os, mert az S5-öt is használtam rengetegszer GPS-nek, és annál soha, de soha nem volt ilyen probléma, pedig azért az egy 3 évvel régebbi konstrukció, soha nem volt olyan probléma, hogy elveszítse a GPS-jelet. Tényleg. Hát, 2 éve használom az S5-öt, most már ugye nem, és egyetlen egy alkalmat nem tudok mondani, hogy ott a GPS jellel probléma lett volna. Használtam a GPS-re, az néha tévesztett, de körülbelül annyit tévesztett, mint a Galaxy S8. Most ezt lehet, hogy csak én vettem észre. Vagy lehet, hogy csak az enyémet cselejt. Nem tudom, meg gondolom nem. De ilyet, hogy a GPS ilyen szintű selejtséget mutasson egy ilyen kategóriájú telefonnál, ez szégyen. Szóval... erről nem is tudok más mondani. Tényleg ez a hangszóró, ez engem nagyon idegesít. Azt írjátok meg légy szíves kommentbe, hogy ti hogy használjátok. Mert én mindig így. Az esetet is így, akármilyen telefont kézbe veszek, és így hátradőlök, mindig így tartom. Így. És akkor a másik ujjammal meg itt fickándozik, lapozgatok, stb. Hát na, azt hiszem, hogy ennyi a negatívumokról. Hogyha valami eszembe jut, akkor még azt mondom. Nos, én azt hiszem, hogy minden lényeges dologra kitértem a készülékkel kapcsolatban. Esetleg, hogyha valamit elfelejtettem volna, akkor azt kommentbe jelezzétek, és akkor szívesen válaszolok rá. Tényleg, bármi kérdés van ezzel kapcsolatban, nyugodtan írjátok meg kommentbe. Ja, de szerintem azért mindent átnyálasztunk. Még egy utolsó kérdés. Ajánlom-e én ezt a telefont? Hát basszus. Ha nem zavar, hogy itt van ez a hangszóró, és nem zavar, hogy a GPS jel ilyen szintű droppokat csinál, akkor azt mondom, ez egy tökéletes telefon, szóval tényleg csak ez a két negatívum. Most a GPS jel... fene tudja. Most tényleg hol van a tok? Hol a tok, basszú? Itt van. Ez a kis műanyag akármi megakadályozza. De meg basszus, mert levettem és utána meg volt GPS jelem. Úgy, hogy meg sem mozdultam, szóval tényleg úgy csináltam a tesztet, hogy nem az, hogy arrébb mentem és akkor úgy vettem le, ugyanazon a helyen szépen lepattintottam a tokot, és egyszer csak bum, volt GPS jel. Tudod, egy ilyen? Nem. Bocsi, ezzel nem térek észhez, hogy egy ilyen befolyásolhatja. Szóval, mindenképpen ajánlom, hogyha szeretnél egy fullos, pörgős, fényképezőre is használható telefont, videókat is, gyönyörűket csinál, egyszerűen minden tökéletes a készülékben. Ez a két negatívum van, lehet, hogy ez is csak általam kreált negatívum, mert mástól ilyet nem hallottam amúgy. Felhet, hogy lehet, hogy nem is tesztelték ilyen a GPS, meg ilyesmi, mert mindenkitől csak ezt az új lenyomat leolvasót szitták, de hát ez meg hülyeség. Szóval mindenképp ajánlom, hogyha valaki ki akar dobni 240-250 ezer forintot, és szeretne érte egy olyan telefon kapni, ami még valószínű, hogy nagyon sokáig mellette fog állni, és nagyon sokáig ki fogja szolgálni, akkor én mindenképp ajánlom. Talán az egyedüli vetétás az a G6, de hát az még nincs is piacon, vagyis most voltam el ott a T-offline-nál, és azt mondták, hogy nem, még nekik nincs. Nekik még nincs. Ez meg viszont van. Fullos, pörgős, gyönyörű. A hölgyeknek is olyan, tényleg. Hölgyeim, hogyha
igazi szexi kis telefonra vágytok, akkor itt az S8, mert ez egyszerűen pornó. Tudjál, már egyszer mondom. De ez kézbe fogod is. Ah, gyönyörű, csodálatos. Szóval, ezt a két kis hibát, ettől a két kis hibától eltekintve én ajánlom. Mert azért megszerettem ezt a telefont, tényleg. Imádni való, tökéletes. Nem tudok más mondani, basszus. Ennyi, kész, vége. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor jelezzétek egy lájkkal. Nem lesz több ilyen. Nem mondanám én ezt tech videónak, egyszerűen csak egy vélemény kifejtés. Szóval elmondtam a véleményem, szerintem ez van, az van, nem volt ez egy hűde tech videó. Egy egyszerű zsimi stílusban leadott kis vélemény kifejtés. Szóval, ja, azért, ha tetszett, azért csapassatok rá egy lájkot, és ne felejtjétek, akármi kérdés van, azt ide kommentbe csapassátok, és még arról is várom, hogy titeket idegesítene ez. Mert engem nagyon. Köszönöm szépen a figyelmet, fiúk, lányok, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, hamarosan érkezek Pokémon Go-s videóval is. Hogy mikor? Az majd még elválik. Most gondolkozom, hogy mi a terv a hétvégére, de most így elkezdtek cigázni a gondolatok. Először keresek egy nestet, azt levadászom, hogyha jó lesz, meg megyek vadászni, incenszelni is szeretnék. Túl sok a terv, de hamarosan érkezik. Sziasztok!